Pista volt most. De ő lett az, igen, hát ő volt az, igen. Nem, ja, nem kell azt mondjálni. Jó. Minden mondjál, mert nem tudjál. Igen, tehát Jelencsics Feri bácsi volt az edzőm, és a következő dolog történt, hogy a vasútállomás mögött volt egy Spenitől kocsi, ez a boltíves, ami kis ABC volt, és gurulóban. És minden reggel ott vásároltuk meg a reggelit. És az egyik reggel kiküldtem az inasomat, hogy hozzon nekem reggelit, mert fél nyolctól nyolcig volt reggeli. Hozzon nekem reggelit. Én körülbelül akkor három napja nem borotválkoztam. Tehát kiment az inasom, hozta a reggelit, de késve. Már mindenki megreggelizett, és én meghegesztettem egy autónak az alvázát, és akkor én 8 óra után megjártam, hogy reggelizek. És amikor kibontottam, már nem kapott mást ebben a boltban, csak a disznó sajtnak a végét, ami nem volt rendesen lepucolva, hanem a szőrök így kiálltak belőle. És amikor én megláttam, kibontottam, megfogtam, és így az aknába beledobtam, és mondtam, hogy vidd a Csába, ezt a szőrös, hogy volt, Csába, ezt a szőrös disznósajtot. Beledobtam az aknába. Na most ezt hallották többek között az edzőnk is, aki volt a művezető, hallotta a szöveget. És akkor elkezdte úgy hívjákolni, hogy nem vagy éhes, utána nem vagy éhes, nem kérsz egy kis szőrös disznó sajtot. És ezzel lezajlott az egész. Kettőkor vége a melónak, fél ötkor edzés. Kim vannak a gyerekek a pályán, érkedek, és a Jelencsics Feri bácsi kiabálám, hogy gyere disznósajt, gyere disznósajt, nem kérsz egy kis szőrös disznósajt. Többi futballista barátom, meg mindenki így nézett, hogy most mi van? És akkor, tehát ettől a perctől kezdve elindult az, hogy a disznósajt, és az edzés alatt is végig, gyere disznó, na már, mindenki. Másik nap az egész város tudta, hogy a disznósajt. Itt vagyok, tehát ebből indult el az, és ez ott is maradt, hogy a disznósajt. Kész. De most ez a meccsen az úgy, hogy lennetél azt mondta, hogy disznó, Igaz, hogy nem. Attila is, ez hányban volt? Melyik évben? Ezt mindjárt mondom, 68. 68, amikor megkérdeztem, akkor Attila, ott hol van? 68 van. Ha kenyered van, vagy. Vittik a disznósajtot. Megint disznósajtot. Hadd is telefonál. Attila, gyere, köszöntök ma. De van egy másik, tehát ami a nagy könyvben, a nagy emberek falán megvan örökítve. Igen. Következő, akkor már polgármester volt a Vértes Árpi. És mi Hévízen a nagy parkolóba dolgoztunk, középen gravíroztunk, kulcsot másoltunk, mindent. És azon a napon, amikor nekem a születésnapom volt augusztusban, amikor meleg is van meg minden, megáll a vites autó, és akkor kikiabál belőle a polgármester, hogy Attila, egy 5 perc múlva várunk a kocsicsárdában, gyere, légy szíves. Hát mondom, biztos mondani valója van. Ott hagytam a placot, és bementem a kocsicsárdába. Volt egy hosszú asztal, megterítve, fehér, hogy hívjákkal, le volt terítve, és ott állt 4 ember az asztal mögött, többek között a Vértes Árpi is. És akkor még nem tudtam, hogy mi van a terítő alatt, és a következő volt 3 disznósajt. Tehát a születésnapomon, középen a pezsgő, úgy ahogy lenni kell jégbe, és a 3 FA, és az életkorom, az volt a 3. biztosan. És ez volt a legnagyobb meglepetés az Árpiék részéről. Nem is megvan örökít meg. Mondja a feleségem is, hogy ebből elég volt, ne én tartsam a beszámolót, ti következtek. Köszönjük szépen. Egy pillanat még most.